Költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt tett feljelentést ismeretlen tettes ellen az integritás hatóság. A cég Süli János volt paksért felelős miniszter családjáé, amely 468 millió forint EU támogatást kapott egy szarvas marhatartó telep felújítására, amiből 466 milliót le is hívott, azonban a tehenészet a gyanú szerint nem is működött. A részletekről Süli Jánost kérdezzük. Itt van az atomerőmű egykori vezérigazgatója, Paks 2 és felelős tárca egykori miniszter. Mm, jó jó estét kívánok! kívánok, kívánok örülök, hogy itt van. Ez egy elég keményen hangzó állítás, közel fél milliárd forint tehenészetre, úgyhogy egy fia tején nincs a telepen. Igen. Ezt állapítja meg az integritás hatóság. Most felvették ezt a pénzt, próbáljuk rögtön a pénzt struktúrában le, látni a pénzt, dolgot. Igen, felvettük, el is költöttünk a számlák le vannak igazolva, és hogy akkor lehet egy építkezésen majd. De én, hogyha a használatba vétel engedélyt készhez kaptuk. Ez a használatba vétel engedélyünk február 6-án érkezett meg. Több hónapi feltételek, mert a ivóvíztől a tűzvédelem, az öltözők állapotát, mindent a hatóság külön vizsgál és ennek az lett az eredménye, hogy jogerős építési határozatunk 6 van, február 6, ettől lehet a telepre állatot, hisz ez az ivóvíz, az az itatóvíz minőségétől kezdve mindennel foglalkozik egy ilyen használatba engedély. Na de akkor az integritás hatóság ezt miért nem érti? Hát egyébként én most nem az integritási hatósága Szeretnék foglalkozni, mert hogy azt szeretném elmagyarázni, hogy hogy kerültünk mi ebbe bele. Azt nem értem, én konzultációt nem folytattam, és egyébként nem is nekem kell, mert pont ez a lényeg, hogy ez nem családi tehenészet, ez a fiamnak a üzeme. Valamikor én kezdtem el ezt a projektet, az integritási hatóság tőlünk hivatalosan nem kérdezett semmit, szemlén nem volt. Hát csak azt állítják, hogy ők látták, hogy nincs tehén a telepen. Hát a tehenet, igen, láthattak, hogy nincs, de a tehenet, egyébként van elzárt istáló is, Tehát ha éppen azon vitatkozunk, hogy volt vagy nem volt, aki nem jön be, de a kerítésen kívül, de hogy úgy illik, bejelentkezik a hatóság a tulajdonosnál, ez őrzőt védett telep, hisz ha nem őrizzük, nem védjük, akkor már nincs ott adott esetben semmi. Tehát ez nekünk Egyértelmű a több elszámolásunk, több ellenőrzésünk volt minden feltételnek, megfeleltünk jogilag, gazdaságilag, ezt tudjuk bizony, nem véletlenül tudtunk visszaigényelni a pénz nagy részét, jelentős részét, mint hogy elhangzott, mert volt, amikor négy napos ellenőrzésen esett át a telep, volt, amikor két napos nave ellenőrzésen, tehát nekünk itt nincs semmi. Jó, de mindenki más ellenőriz, a NAV nyilván azt ellenőrzi, hogy Persze. rendben de, van -e az áfa bevallás. De, de rendbe, de rendbe a minden. Meg az, hogy amire pályáztak, azt megcsinálták. Na de el. az meg készen van. Tehát az irányító hatóság, van vitája adott esetben az integritásinak, de ezt majd ők egymás közt lerendezik velünk, például az integritási direktbe egy szót nem váltott. Tehát azért nem is akarok ezzel foglalkozni, azt szeretném, hogy ez az én nevem alatt jelent meg az én fényképemmel ez a tudósítás, hogy akkor a család követette ilyet nekem, a családomban még édesapám, édesanyám is benne van, 89 éves, egy köztiszteletbe álló kis településen, nem is olyan kicsi, mert 5000 fő új tehát úgy voltam vele, hogy akkor el kell jönnöm elmagyarázni, hogy igen, én kezdtem el, ezt a telepet, mikor polgármester lettem, akkor az ügyvezető igazgatóságról lemondtam, és amikor miniszter lettem, akkor pedig oda a fiamnak az egész telepet, és akkor ez így családi vállalkozás, hogy jogilag ez egy egyszemélyes Kft., amit a fiam százszázalékig mindenféle feltételt teljesítve elvégezte az építkezést, és az építkezésnél azért volt két évig a pályázattól két évig tartott, a elbírálták, elkezdtük, Covid, egyéb helyzet, tehát most lettünk kész, és most meg... kellett volna befejezni? Ez körülbelül egy másfél évvel hamarabb kellett volna befejezni, de ugye ezek, ezek a feltételek majd két évig álltunk, mert nem lehetett, és ugye az árakról nem is beszélve. Van itt, egy hamis van itt, egy hamis, van itt számla, amire az integritás hatóság hivatkozik, potom összeg, 50 ezer forint, Igen. de, valami valamit ezzel igazoltak le, amit én nem tudok, hogy Igen. lehetett, de állítólag az egy egy évvel korábbi számla, amit hát ugye majd, ugye később két évig, fel. Két évig tartott a pályázat elbírálása, ezt majd, ha erről szívesen adunk tájékoztatást, ha majd végére értünk az ügynek, mert mi vélemények szerint nem az, a integritási hatóság szerint az, de erről egy beszélgetés nem volt. De fog. ön tud erről a hamis számláról, vagy hamis de, nap, de nem hamis, mondott De számláról. igen, mert az új, sajtóközleményből, amit kiadott az integritás, én is olvastam, értem hát akkor mégis szerűen. muszáj ezzel foglalkozni. Hát persze a foglalkozunk, de ugye nem, nem, ez a lényeg, mert ez majd tisztázza a folyamat. Ha nem önről, vagy a fiáról én van igen. szó, ezt az összeget meg lehetett volna kapni? anélkül, hogy bármi Tehát egy kapavágás bármi. lett volna, vagy hogy ez a cég ez egyébként valódi tevékenységet végzett volna, mert az egyik megállapítás ugye az az, hogy nulla forint bevétele volt ennek a cégnek, és így kapott igen, közel fél ez milliárd forintot. Projekt cégként jött létre, arra jött létre, hogy én erőműves múlta rendelkező kollega voltam, és akkor az is a magyar villamosenergia rendszerbe úgy képviselhetne alaperőmű, atomerőmű, megújuló megújuló időjárástól független biogáz, biomassa és én nem véletlenül biogázproduktor. Ennek első lépése volt, hogy ez egy a tehenészetet szépen. építünk, abból képződik, ugye, amit majd gáz, gáz, tudunk rakni a trágyából, és ugye utána készül a biogázüzem. Mi így indultunk, az is a nevünk, biogázproduktor, hogy majd, és minden település az volt a szándékunk, egyébként, hogy ez egy mintaprojekt, és majd minden település állítson elő maga részére egy megawatt villamos energiát, és amikor előállítod a villamos energiát, akkor hőenergiás képződik, amit a település közintézményekbe el lehet használni. Tehát innen indult, nem kellett nekünk megelőzően, amit a pályázott feltétel előírt, azokat mi teljesítettük. Erről van szó, hogy akkor ez a két évig elbírálás alatt álló pályázottnál az az 50 ezer forintos számla az ebbe a két éves időtartamba vajon, mikor keletkezett. keletkezett? Kaptak 160 milliót még vidékfejlesztési programból Vágóhíd építésre. Megépült? Nem, ezt föl se vettük. És kaptak 110 milliót szarvasmarhák új módszerrel történő takarmányozását kutató projekt. Igen, Ez ezt, ezt sevettük vettük föl. Akkor csak ezt a 468 Igen. milliót vették Igen. fel. Az összes többit nem vettük föl, hisz akkor már láttuk a pályázattal kapcsolatos, ugye a Covid miatt is, hogy tudjuk-e határidőre, nem tudjuk teljesíteni egyéb, és alapvetően ugye akkor úgy gondoltuk, hogy nem kockáztatunk, mert akkor nem vesszük föl ezeket. Egyébként nem is nagyon tudjuk, hogy mondjuk, hogy került köztudatba, mert nagyon se táblátban nem hirdettük se, Egyéb helyen mi ezt nem láttuk. Hát Hadházi lehet... Ákos írt erről, ha jól emlékszem először. Igen, én nem tudom. Így kevered, ez az, az integritás hatósághoz az az ügy. Nem foglalkozni senkivel. Nem mondom, nekem az a lényeg, hogy hogy kerültünk mi oda. Akkor én kérdezek Igen, valamit, ami nem biztos, hogy fog örülni. Persze. Ön ugye megverte egyszer a fideszes jelöltet, amikor Pakson polgármester Igen. Uh, utána mégis a Fidesz... Uh, Kérte fel, Lázár Jánoson keresztül lehetett tudni azt, hogy igen. sikerült önt megszelídíteni a rendszernek, hogy legyen miniszter ennek a kormányzásnak. Majd pedig ott leváltották. Nem váltottak le, hanem ugye tárcanélküli miniszterből államtitkári helyet kínáltak, aminek én örültem is, mert a tárcanélküli miniszter, ugye látszik, hogy nincs tárcája, egy bizonyos szempontból nehézséget okozott nekem, hogy, hogy haladunk előre, hogy oldjuk meg a problémáinkat, hogy se pénzügyesem, se humán szolgáltatásom nem volt, ez mindig más nem. mindig De most már nem kellett. is államtitkár. Most már nem is álom titkár vagyok, de ugye 44 éve élek Pakson, mert az erőműhöz a teljes múltam, ebbe volt szünet, mert ugye voltam 11-től, amikor ez a kényszer vállalkozásom is beindult, hogy valami mással foglalkozzak, ekkor került ez a biogáz üzem a látóterembe, és utána polgármester voltam. Egyébként sose voltam más véleményem, csak akkor nem engem indítottak. Na várjon, viszont ugye államtitkár már azért nem lehet, mert Orbán Viktor elégedetlen volt a Paks 2 beruházás haladásával, kérdéskörével, ebben most ne is menjünk bele részletesebben, a kérdésem igazából az, hogy kilövési engedélyt adtak önre? Én ezzel nem szeretnék foglalkozni. De egyébként, ugye. Mert ez politika azért, nélkül nem Mert ott van, egy, van egy gondolati félreértés. Én fölajánlottam, kezdeményeztem felmentésemet. Engem nem azon a címmel mondtak föl nekem, hogy alkalmatlan vagy nem jó haladt a beruházás. Az már máshogy, mikor én már nem voltam, akkor ki mit kommunikált erről az ügyről, de az biztos, tényszerű, hogy én augusztusban, 22. augusztusában azzal fordultam, a Sziátó Péter volt nekem a miniszterem, én alatta voltam államtitke, kezdeményezem felmentésemet Orbán Viktor úron keresztül, továbbítsa a levelem Novák Katalin államfőnek, ha egyetért ezzel a folyamattal, hogy én kezdeményezem. De miért kezdeményezte? Egyetértem, azért kezdeményeztem, mert ebbe a folyamatba egyre több olyan elem volt, hogy nem volt időnk kibeszélni dolgokat, ha most nincs időnk kibeszélni, akkor a felelősség se tud rám hárulni, mert a saját miniszteremmel, és ugye én nagyra becsültem a Péter, törültem is neki, hogy ő lett a főnököm, csak azt nem értem föl, hogy neki ebbe a rengeteg elfoglaltság mellett pont a leglényegesebb, számomra a leglényegesebb feladatra, Kevés ideje az, Azon nem gondolkozott, hogy az, hogy lehetséges, hogy miközben egyébként látjuk azt, hogy akit akarnak megvédenek, vagy megpróbálnak megvédeni, önnel szemben ez az eljárás ilyen akadálytalanul el tud indulni? Hát lehet, hogy sok mindent gondolhatnék egyébként, de nem gondolok, mert én úgy gondolom, hogy 44 éve azon a poszton köztiszteletbe álló ember vagyok, amit csináltam, és ér, nem is adtam senkinek okot arra, hogy mondjuk rám hölöldözzön, de bármilyen következtetést önnek jogába levonni, nekem meg nem kell, önnel egyetértenem ebben a kérdésben. csak kérdezek, azt Jó. is szeretném végül megkérdezni, lesz ezen a tehenészet, ebben a tehenészetben tehén. Igen, az a feltétele a pályázat teljesítésének, hogy egy éven belül a használatba vétel engedélyt követően száz tehén a telepen kell már tartani. Ez azt jelenti, most, hogy de még De se. Hát hatodikán kaptuk meg Mi? a használatba vétel engedét, és ugye nekem lassan azon is kell gondolkodnom, hogy milyen partnert még bevonok ebbe a dologba, de ezek az újságcikkek, nekem már több partnerem volt, hogy a biogázüzemet építsük meg, de egy-egy ilyen cikk azért nagymértékben elbátorod megtalanítja azokat, akik velem szóbálnak. Hát nem beszélve az integritás hatóságról, amelyik... Hát ugye, ez most, ez új, egy új ez még nem bátorította, ez még nem volt idő elbátortani. Süli János Paksért felelős tárca nélküli egykori miniszter, Igen. a biogáz üzem elkötelezett híve volt a vendégünk, meglátjuk, hogy hogy lesz ezzel a tejenészettel, figyelj. Ez meg fog történetet. történni, jogszabály szerint, pályázat szerint, hogy köszönöm, köszönöm a lehetőséget, köszönöm a lehetőséget, További jó munkát Önök! Köszönjük szépen! Köszépen.